Sziasztok! Köszöntelek benneteket, szeretettel a Szofi Főzős vlogján. Őszi barackot tettem el kompotnak az egyik üveg egy picit piros a leve, látjátok. Annak uh, hagytam a héját, hogy nem vettem le, hanem héjastól raktam el. A másik, a szép sárga, az pedig uh, héj nélkül, megpucolt állapotban került az üvegekbe. Kimagozom, uh, ha, ha gondolod megpucolod, ha nem, akkor... Uh, úgy vágott cikkekre, én megpróbáltam itt, ez forró víz, amiben benne áll a varackát, nem jött le a héja, abszolút, úgyhogy nem tudtam mit csinálni. Egy részét megpucoltam, a másik részét pedig rajta hagytam a héját, hisz mi baj történhet, a sárga is így tesszük el kompótnak. A lényeg az, hogy minden folyamatot jól tudunk, jól jól tudjunk kontrollálni, hisz azért ez egy, hogy is mondjam, kényes a barasz, tehát hogy ne legyen túl sokáig a forró felöntőlében, hanem minden flottól zajlódjon, ezért mindent oda készítünk, például itt most az üveget, hideg vízben hideg üveg van, szépen lassan felmelegítjük, itt már forr lassan a víz, belekerül a cukor, én nem teszek mást a kompóthoz, csak cukrot és vizet, és maga ugye a barasz kerül majd bele, azokat a barackokat, amiket megpucoltam, látjátok, vízbe állítottam, tiszta vízbe, és nyomtam rá egy egész citromnak a levét, hogy ne barnuljon be, és ugyanezt a levet fogom még ráönteni majd a következő adagra, ami nincs megpucolva, arra is nyomok még egy citromnak a levét forrásban lévő az felöntőlé for, for és akkor tesszük bele a barackokat az üvegeket, mikor már meleg a víz akkor nagyon szépen lassan engedjük bele a vízbe, mert ugye ezért kell, több üvegre van szükségünk mikor már gyöngyözik a víz vagyis ez a felöntőlé a barackokkal gyöngyözik, akkor már kiszedhetjük a, a barackokat nem kell megvárni, míg felfor aztán ha Feleszettük az üvegeket barackkal, akkor utána még körbenézünk még egyszer, mert általában ö, lejjebb megy a szintje. Itt látjátok, öntöm rá a citromnak a levét, és beleforgatom, még a előző lét is ráöntöttem, és kész, ennyi az egész. Ez a lényeg, hogy ne varnuljon meg víz, és egy citrom leve, ami szükséges. És már fort is a víz, és ezért beletettem a barackot, hagyom had forjon fel gyorsan. Egy-két barackot nem vágtam el. És most, ha felforr a víz, vagy eléggé meleg lesz, akkor szépen felöntjük a, a, azokat az üvegeket, amivel már van barack, és kivesszük, megvárjuk a kupakokat, is, még egy percig legalább forrásban lévő vízben sterilizálódnak. És ráhúzzuk, ráteszük a tetőt, ráhúzzuk. Ilyen nedves konyharuhával szoktam ilyenkor dolgozni, mert sokkal célszerűbb. Nem teljesen nedves, csak egy picit, inkább azt mondanám, hogy nyírkos konyharuhával, és uh, akkor nem történik baleset, mert ez itt minden nagyon-nagyon forró, úgyhogy. Azért nagyon oda kell figyelni a dolgokra, ezért jó az, hogyha minden elő van készítve, így nem fogunk kapkodni. rátesszük a tetőt, szépen a nedves vagy nyílkos ruhával szépen ráhúzzuk a, a, tetőket. Nem, fogjuk, nem nyúlunk bele a tetőbe, csak a szélét fogjuk meg, azért dolgozok mindig csipesszel, és fogjuk és fejrefordítjuk. Ez lesz a tartósítási mód, szépen összetoljuk az üvegeket, hogyha készen vagyunk, hat hülyön ki lassan, és gyakorlatilag készen is vagyunk. Ü Iratkozzatok fel, felkérlek, hogyha tetszett a videó, a receptet mindig alul megtaláljátok, és a, a videó alatt lehet kérdezni, és hogyha valami nem tiszta, ajánlom szeretettel a többi videómat, és most már mostan a 340 videónál is több van fent, úgyhogy most kedvetekre tudtok válogatni. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, nézzétek milyen szép a kompót, sziasztok! Ha tetszett a videó, és szeretnéd segíteni vagy támogatni a munkánkat, akkor a videó alatt a recepteknél találhatók a számlaszámok, ahol ezt megteheted. Kérlek, lájkoljátok a videókat a YouTube-on, és iratkozatok is fel, így értesültek minden újdonságról, ami a csatornán történik. Osztátok a videókat, és kövessetek a Facebookon is, és legyetek tagjai a csoportnak aminek a neve Nagymamák békebeli retro és most divatos receptjei. Köszönöm, hogy itt voltatok! Sziasztok!